Sziasztok srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt Matthew Channel beszél, és a mai videóban egy legyen és milliómos gameplayt hoztam el nektek. Igaz, kicsit technikáztam a játékban, de most úgy csináltam meg, hogy kivettem Vágó István hangját, úgyhogy azt fogjátok hallani, illetve csak is az én hangomat halljátok, és hát fogadjátok sok szeretettel, és hogyha tetszik nektek ez a videó, akkor csak pincsatok egy lájkot erre a videóra. Úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek, és akkor nézzük a videót. Na hát, sziasztok srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt Matthew Channel beszél, és a mai videóban újra a legyen és milliómossal fogunk foglalkozni. Hát igen, nagyon sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi is legyen, és hát nagyon sokan kommenteltétek az első legyen és milliómos videómat, amelyben ugye nagyon sokan írtátok azt, hogy végtelen segítséget használtam föl, ezért elnézést is kérek, úgyhogy most beállítottam azt, hogy most ne legyenek végtelen segítségek. Viszont a maiban egyből három kategóriát is kiválasztottam. Ugye az első egy konyha téma lesz, a másik egy könnyű zene kategória, a harmadik pedig egy játék kategória, mert hogy miért is választottam játék kategóriát ebbe, ugyanis mint ahogy ezt már elmondtam nektek, ugye a játék kategóriába nem vagyok valami toppos, könnyű zenébe viszont ott vagyok, mert így ismerem így a zenészeket, például lehet akár Horváth Charlie, Kóbor János, Presser Gábor igazából, tehát ilyeneket, ilyenekbe utazok nagyon sokat. És most úgy döntöttem, hogy ezt a három kategóriát fogom most kiválasztani. Bizony. Úgyhogy hát csak meglátjuk, hogy nyerünk-e valamit, vagy nem. Mert akkor ezzel most lepipázom a drága Michael Taylort, ugyanis hogyha még nem láttátok őnála a Michael Taylor Wood csatornáján azt a live-ot, amelyben egy legyen és milliómos live-ot csinált, akkor azt mindenféleképpen be fogom rakni a leírásba. Illetve azt még nem tudom, hogy az előző videóba beleraktam a linket, de lehet, hogy az vagy hibás link, vagy nem tudom, de majd lehet, hogy megnézem. De minden esetre az új linket be fogom rakni a leírásba erről a játékról.
úgyhogy szerintem mindenki ki tudja próbálni. Még az is lehet, hogy majd egyszer lehet, hogy majd, ha nagyon akarjátok, akkor Roxit bele fogom tenni a videóba, mert lehet, hogy majd neki fogom föltenni a kérdéseket. Nem tudom, hogy ő otthonos-e ebbe. Viszont én nagyon-nagyon szeretném, hogy Roxy benne legyen a videóban, úgyhogy jaja, hát ha rá tudom majd beszélni. Ez még azt hiszem a szerdai nap folyamán lesz. Na de mi most így is sokat beszéltem, úgyhogy kezdjünk is bele. Az első kategória most a konyha téma lesz, és hát nagyon-nagyon jó lesz. Igaz-igaz, nekem a konyha téma az így félig meddig megy, de megpróbálok minél többet kihozni. Úgyhogy, ja, na hát akkor ne nagyon dumáljunk, hanem kezdjünk is bele. Úgyhogy legyen ön is Matthew Milliomos. Na nézzük. Most levettem Vágó Istvánnak a hangját, úgyhogy nem fogjátok hallani. Melyik torta egy sütemény neve? Fúvós, ütős, dobos vagy kobzós? Hát ez a dobos. Ez a dobos torta, mert ugye a nagy tortamester, ugye Dobos József az, aki ugye csinált egy ilyen tortát, és ez dobos torta volt. Mert ugye a nevét, tehát hogy Dobos Józsefnek a nevéhez kapcsolódik. Ez pontosan így van. Melyiket kelesztik? Hát a tésztát. Mert ha kelt tészta, akkor magában a szó, hogy kelesztik, tehát kelt tésztáról van szó. Tehát a B-t azt most megjelölöm. Így is van. Így is van. Mi a Rizskók közismert neve? Na ez most nagyon rizikós. Rizsfelfújt, rizses hús, tejberizs vagy rizibizi. Hát figyelj! A Rizskók, ugye, azt hiszem, a rizses hús az azért nem lehet, mert abban rizs van, hús, zöldség, igazából. Rizibizi az zöldborsós, rizs. Tehát vagy rizs felfújt, vagy tejberizs. Ajjaj. Én felezek. Én felezek biztos, és akkor hát ha a rizs felfújt benne marad. Nézzük. Aha, benne marad. Akkor jó, benne marad, tehát akkor az, akkor a rizs felfújt lesz. Így is van. Igen, mert tejberizs, meg rizs felfújt, az eléggé szofisztikált. Melyik konyhai művenet része a dunsztolás? Hát várjunk, dunsztolás, ugye... Fú, gyerekek, azt hiszem a dunsztolás az amikor például befőzöd. Tehát, hogy befőzöd a lekvárt, meg a befőtteket, azt hiszem. Fűszerezés az a hús, tehát a húst fűszerezed. A mosogatás, amikor elmosogatod az edényeket, azt hiszem. Sütés az meg például a húst sütöd, úgyhogy marad a befőzés. Igen, az bizony, az bizony. Na, százezres. Melyik ehető részét termesztik a brokkolit? Tehát melyik ehető részéért termesztik a brokkolit? Jajjaj. Ezt tudnom kell, mert gyerekek...
Ajjaj. Ezt tudnom kell. Hát ha virágzatáért termesztjük, akkor az a karfiol. Brokkolit vagy a virágjáért, vagy a száráért termeszt. Brokkoli virág, brokkoli szár. Szerintem a száráért termesztjük. A ehető részét né... De várjál, ehető rész. Ez nagyon fura. Nézzük meg a közönséget, hogy hátra tudnak-e valamit. Azt a kurva életbe, akkor a virágjáért. Ez nagyon. Legyen. Igen. Igen. A virágjáért termesztük. Na nézzük, 6. 200 ezer. Erdélyben járva, pityókálva kínálva. Hogy mondom ezt még egyszer? Erdélyben járva, pityókával kínálnak. Mit fogok fogyasztani, ha elfogadom? Hát ha Erdélyben járva, pityókával kínálnak, akkor csak krumplit kapok. Na nézzük. Az. Az bizony. Hát elképesztő. Mi ez? Melyik gyümölcs neve egyezik meg egy marhahús féleség nevével? Mandula, ringló, mogyoró vagy dió? Marhahús féleség nevével. Dió vagy mogyoró? Ötletes, ötletes. Vagy mogyoró, vagy dió. Vagy mogyoró, vagy dió. Kettő együtt nem ugyanaz. Vagy mogyoró, vagy dió. Tehát nem lehet ugyanaz a kettő. Hát akkor fölhívom a Misit. Halló, Misi, melyik gyümölcs neve egyezik meg egy marhahús féleség nevével? Mandula, ringló, mogyoró, dió. Azt mondod, dió? Oké, köszi. Hello, hello. Azt mondja, hogy mandula. Ezt nem hiszem el. Dió. Én ellenzek. Az! Ú, gyerekek! Ez nagyon jó. Azt mondja, hogy mandula, erre én azt mondom, hogy dió. Tessék! Ezt nesze! Az alábbi élelmiszerek közül melyik szükséges a marinírozáshoz? Hát ecet. Hát ecetten marinírozod a zöldségeket. Mi? Hát gondolom gyerekek az. Azt mondom C. Tejfőle nem.
Az biz, úgy. Na jön a 800 ezer forintos kérdés. Ha ez most sikerülni fog, akkor... Akár örülni fogok. Milyen pálinka a román eredetű cujka? Jújjúj. Szilva vagy barack? Szilva, barack, boróka, eper. Hát a cujka, akkor boróka nem lehet. Eper, azt szerintem kizárom, az biztos. De hogy cujka, cujka. Hát román eredetű. Hát nagyon érdekes. Barack az nem lehet, mert kinézem róla, hogy nem lehet. Én azt mondom, hogy Szilva. Szilva, mert a barack az biztos nem lehet. Szilva pálinka lehet lehetséges. Én azt mondom, Szilva. Na nézzük. Azaz. Na nézzük, 1,5 milliós kérdés. Jön most. Mi a japán konyha egyik jellegzetes étele, a tofu? Hogyha tofu, akkor nem lehet hosszú szemű rizs. Mert ha hosszú szemű rizst nézünk, akkor az... Húha. Bambusz nem lehet. Bambusz rügyet nem. Szójaszósz vagy szójatúró? Ezen gondolkozok. De gondolom a szójaszósz az... az ilyen fekete. Fekete színű szósz. Hát szójatúróról kinézném, hogy az mint jellegzetes étel lenne. De mivel tofuról van szó, ezért én azt mondom, hogy a szójatúró lenne az, mert az lehet a japán konyha egyik jellegzetes alapanyaga. Legyen. És az! Jól van. 1,5 millió megvan. 1,5 millió megvan. Ügyeim és uraim, 1,5 millió megvan. A borjó melyik bontási részéből vásárol, aki frikandót vesz? Borjú gerinc, borjú szegy, borjú lapocka, borjú comb. Gerinc nem lehet. Szerintem ez a D. Mert borjú comb az létezik. Nézzük. Az. Bizony. Azaz. És megvan a 3 millió. Gyerekek. 3 millió forint. Na akkor, most kiválasztom a kategóriát, és utána jövök is vissza azonnal. Na hát itt is vagyok, és folytatjuk a Legyen Ön is Millió most. Most a könnyű zene kategória lesz a következő, és mint ugye mondtam, hogy én ugye ezekben benne vagyok, tehát nagyon
nagyon-nagyon könnyű zenébe benne vagyok. Úgyhogy most ez fog következni, úgyhogy hát nézzük akkor. Nézzük akkor, ugye gyűjtsek pénzt, és legyen meg a 8 millió forint. Na nézzük! Hol van a hegedűs a híres musical címe szerint? Hegedűs a háztetőn, gondolom, mert ez egy ilyen musical. Igen. Úgy. Nagyon jó. Milyen halott kémek néven vált ismerté egy zenekar? Repülő. Hát gondolom akkor ez Geszti Péter lehet a repülők. Vágtázó! Baszki! Na még egyszer. Milyen tenger alatt járó szerepel a Beatles együttes zenének zenére készült rajzfilm címében? Sárga. Sárga tenger alatt járó, igen. Kinek az előadásában lett sláger a Sohasem Mond című dal Hernádi Judit? Hát persze, mert hallottam. És fiatalon énekelte a Hernádi Judit. Azaz. Miért? Mit ér meg Pest a sláger címe szerint? Mi ér meg Pest a sláger címe szerint? Hűha! Mit ér meg Pest a sláger címe szerint? Hűha! Hát nagyon, nagyon furcsa a kérdés. De még gondolkozok kicsit, srácok. Nem tudom, mi ez. Nagyon fura. Felezek, én azt mondom. Én meg azt mondom, hogy egy estet. Az! Csak húztam az időt. Nem tudtam, hogy ez micsoda. Melyik magyar városból indult a 70-es évek végén az Edda együttes? Edda művelt Miskolc. Az! Melyik országban játszódik a hegedűs a háztetőn című musical? Hegedűs a háztetőn... Na ez nagyon komoly! Hol játszódik? Na már most, ha tudtam, hogy hol van a hegedűs, akkor most jó kérdés, hogy ez a hegedűs a háztetőn, ez hol játszódik? Oroszországban biztos, hogy nem. Izrael, azt gondolom kilőhetjük. Franciaország vagy Lengyelország. Három ország meg egy földrészt látunk.
Hát nagyon, nagyon furcsa. Húha. Nagyon jó. Na most várjunk már. Miért játszódott volna a hegedűs háztetőn Oroszország? Nézzük, Oroszország. Én nem tudom, Oroszország. És az! Ez hogy lehet? Na jó van, ez szivatás. Melyik kitűnő rockzenészünk dolgozott egy ideig zenebohócként? Zenebohóc. Bataki Attila, Horváth Charlie, Demjén Ferenc, Somló Tamás. Patakiról nem nézném ki, hogy zenebohóc lenne. Patakiról nem. Nem nézem ki, hogy zenebohóc. Nem nézem ki. Zenebohóc? Melyik rock zenész? Hát... Nagyon komoly. Somló Tamás lenne. Patakiról biztos nem nézném ki. Patakiról biztos, hogy nem nézném ki, mert hát... Miért lett volna az Edda frontembere? Horváth Csádi nem hinném. Ezt kizárom, az biztos. Demjén Ferenc. Nem nézném ki, hogy ő lett volna a zenebohóc. De viszont Somló Tamás, az öreg Somló, az biztos, hogy lehetett zenebohóc. És én azt mondom, hogy a Somló Tamás. Ha rossz, akkor... Ajjaj, de jó. Jól van. Jól van, mert Patakiról nem néztem ki. Ki nem nézném, hogy ő lenne. Milyen néven alakított együttest Paul McCartney 1971-ben? Smokey, Genesis, Wings vagy Angels. Angels vagy Angels. Milyen 1971. Akkor úgy tudom, hogy ő lehetett a Genesis. Mert, ha jól tudom, várja, 1971. De nem hiszem, mert Genesis az nem lehet. Legalábbis 1971-ben nem néznek ki, ugye, hogy ő alapította volna a Genesis-t. Genesis, tehát az kizárható. A Wings... Wings lehetett volna. Nagyon fura.
Winx lehetett volna az, az aki 1970. De várjál, Paul McCartney 1970. Szerintem a Winx volt az. Mert Genesis az nem lehet. Tehát ott biztos, hogy nem. Angelsben nem nézném ki. Smokey-ban nem. Winx-ben volt a Paul McCartney 71-ben. Abba bizony. Istenem. Melyik énekesünk dalolta, hogy azért vannak a jó barátok? Máté Péter, hát ezen nőttem föl, bakker. Máté Péter. Ez ő lesz. Ennyi, már vere. Fú, gyerekek. Nem tudom, de verem a misit. Ebben. Az biztos. Melyik városban játszódik a Kabaré című musical? Hűha! Kabaré. Melyik városban játszódik a Kabaré? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert hogy ugye a Kabaré az maga egy musical. És szerintem nekem az első, ami innen beugrik, az Berlin. Mert Bécs az nem lehetett, Magyarország mellett Bécs. Nem nézném ki. Párizs az Franciaország, Róma az meg Olaszország. És nekem a Kabaré az mintha Németországban lett volna, és azon pedig Berlin központja. Németországnak ugye Berlin a központja, tehát az biztos. Én szerintem meg azt mondom, hogy ez Berlin lesz. Na nézzük. Az már! Jól van, megy ez, mint az ágyba húgyozás. Mi Zambó Jimmy eredeti keresztneve? Imre. Zambó Imre. Na nézzük. Az! Igen! Megvan, gyerekek, jól van! Úristen! Gyerekek! Kész, gyerekek! Szarrá verem a misit, mint az atom. Kivel együtt jelentett meg kislemezt Elton John 1991-ben? Kivel együtt jelentetett meg kislemezt Elton John 1991-ben? Na, nagyon jó kérdés. Michael Jackson, George Michael, Stevie Wonder vagy Paul McCartney? Nagyon jó. Nagyon komoly. Hát figyelj, Michael Jackson. Hú. De bakker, gyerekek, benne van Roxy-nak a kedvence. Michael Jackson. Mert egyszer mondta nekem, srácok, most így kitérek rögtön, hogy én mikor beszéltem a Roxy-val, akkor mondta nekem, hogy neki Michael Jackson volt az állandó kedvence, de nem hiszem, hogy Elton John Michael Jacksonnal énekelt volna egy kis lemezt 1991-ben. Hát akkor ez azt jelenti, hogy
akkor mennyiről is beszélünk? Vagy csak 91. Most írunk 2022-t, srácok. Akkor az mennyi? 41 éves kislemezről beszélünk. Én úgy emlékszem. Igen. 41 éves kislemezről beszélünk. Paul McCartney biztos, hogy nem lehet. Stevie Wonder nem nézném ki. Michael Jackson vagy George Michael. Mind a kettő Michael, de az egyiknek a vezeték neve a Michael, a másiknak meg a kereszt neve. Hú, gyerekek. Nekem George Michael lebegne itt most előttem. Srácok. George Michael, mert Elton John, az nem hinném. George Michael szerintem ő lehet az, aki párosítva van Elton Johnnal. És szerintem, ahogy látom magam előtt Elton Johnt, és mellette van George Michael. És szerintem ő lehetett az, aki 1991-ben együtt duettezett Elton Johnnal. Úgyhogy szerintem ez a B lesz. Ez a B lesz. Na nézzük. Az! Jól van, gyerekek, jól van! Most már legyen meg az 5 millió, most már. Most legyen meg az 5 millió. Hol játszódik a Burnside West Side Story című musical? Hűha! West Side Story. Hű, micsoda angol. Micsoda angol akcentusom van. San Francisco, Los Angeles, New York vagy London? Jó kérdés. Los Angeles, azt mondja, hogy hát nagyon jó kérdés. West Side Story. Jújjúj. Jó kérdés. Ajjaj. Ajjaj. Hogy hol játszódhat? Ez nagyon gondolkodtatós. Húha. Fú, de ha besírok. Hát várjam. Hol játszódhat? San Francisco biztos, hogy nem lehet. Ezt kinézem rögtön. Los Angeles, az szerintem nagyon nagy város. De most nekünk egy nagyon de még ennél is kétszer akkora nagy város kell nézni. London az nekem kicsi. Az biztos. Nekem ami a leges legnagyobb város az New York. New York, 1950. És én azt mondom, hogy ez New York lesz. Nézzük. Baszki, megvan! Jó van. Azt a kurva életbe, jó van. Jó van, gyerekek. Ez megvan.
megvan, összehoztunk eddig 8 millió forintot. Nagyon jó. Gyönyörű, srácok. Na gyerekek, nem marad más hátra, mint hogy jöjjön a játék kategória, úgyhogy... úgyhogy... újra jelentkezek. Ismételtem. Na és már itt is vagyok, rögtön. És most folytatjuk az utolsó kategóriát, ami a játék kategória. Hát ha az nem jön össze, akkor semmi baj. De most megnézzük, úgyhogy essünk akkor neki. Úgyhogy legyen is egy millió most továbbra is. Na nézd! Na lássuk. Milyen állatnévvel illetik a huszár figuráját a sakkban? Ló. Azaz. Jó. Hány azonos értékű lapja van a póker játékosnak, ha pókerje van? Hány azonos értékű? Vegyünk el kettőt, én azt mondom. Három vagy négy. Szerintem négy. Az. Három az kevés lenne. Ki találta fel a bűvös kockát? Ezt még a hülye is tudja. Hogyan dönti el a sakkjátékosok, hogy kilépi a nyitó lépést? Mindig a sötét, megegyezés szerint, mindig a világos vagy pénzfeldobással. Mi van? Hogyan döntik el a sakkjátékosok? Mindig a világos. Hát ez hihetetlen is. Ezért kértem közönséget. Gratulálok. Mit jelent a Sanzadu bemondása egy kártyajátékban? Piros az adu, adu nélkül játsszák, pikk az adu vagy Joker az adu. Piros az adó, vagy pikk az adó? Ajaj, szanzadó. Mit jelent a szanzadó? Ez nagyon logikus. Nagyon. Nagyon logikus. Ajaj. Nagyon logikus. Azt mondom, piros az adó.
adu nélkül játsszák. Ó, baszki. Hát be... Ó, adu nélkül játsszák ezt. Ó, te, fiú. Hát, na mindegy, akkor gyerekek, 8 millió forint, nem gond. Na jó van, gyerekek. Na, hát gyermekeim, hát így ezzel ért véget a mai kis legyen is milliómosunk. Remélem élveztétek ezt. Hogyha tetszik nektek és szeretnétek kipróbálni ezt a játékot, akkor berakom hozzá a linket a leírásba. És az előző, a korábbi videót is be fogom rakni a leírásba. Illetve köszönöm szépen, hogy ma velem tartottatok. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok. Hogyha szeretnétek és még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be engemet Instagramon, és találkozunk a következő videóban, vagy live formátumban. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, további jó maradék nyarat, és hát jó pihenést. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, hellóka! Jaj, nézzem! Na, tessék!